Galga Hévíz, szeptember 23-a hétfő, 10 óra 2 perc. Megkezdődik a csaknem 6 tonnás új süveg ráhelyezése a Szent Miklós római katolikus templom tornyára. A viharos szél miatt ez most nem valósulhatott meg. A borovi fenyőből készült új toronysisak a templom eredeti formáját idézi. Az előző süveg sajnos csak háború után készült el, és szerencsünk volt, hogy megtaláltunk még háború előtti felvételeket, és rajta lehetett látni, milyen volt háború előtt eredeti süveg, hogyan nézett ki a templomunk, Galgahévízi templom. És ennek köszönhetően akartunk, igyekeztünk visszaszerezni ilyen eredeti süveget. És amikor beszélgettem idősebbekkel, hát mondták, hogy már nem emlékeznek arra, milyen volt, de hallották arról, hogy volt más süveg a templom taranyon, és most sikerült, a pályázati pénzekből sikerült ezt visszahozni, rekonstruálni. Itt még lesznek más munkálatok is ugye a felújítási folyamatban. Meg fog újulni a templom ugye teljes egészében kívülről. Hogyan zajlik ez, mikorra valósulhat meg? Igen, az egész pályázatot a külső felújításra nyertünk meg. És benne van a taranysüveg felújítása, rekonstruálása, meg a homlokzat felújítása, fal megerősítése, mert az is nagyon fontos. Néhány helyen meg van repedve fal, és ezt szeretnénk is megerősíteni, megóvni a templomunkat, és utána a homlokzatot is átfesteni. Reméljük, hogy ezt is sikerül elvégeznünk. Ugye a munkátok már több hónapja zajlanak, itt a torony sisakkal, süveggel kapcsolatban is. Ez az egész folyamat mikor zárulhat le? Mikor újulhat meg teljes egészében ez a templom? Igen, nyáron kezdtünk el a tarany felújítását, taranysisak felújítását, a homlokzat felújítását, sajnos az időjárástól függ, és ezeket a munkálatokat csak akkor végezhetünk, amikor időjárás megengedi. Az jelenti, hogy leghamarabb tavasszal. Remélem, hogy a tavasszal tudjuk elvégezni, és nyáron tudjuk, együtt fogunk ünnepelni az egész templom felújítás munkálatok befejezését. Most ugye a toronysüvegbe, a sisakba belekerül egy időkapszula is. Pontosan mi van ebben a kapszulában, időkapszulában? Igen, a régi hagyomány szerint írtunk is egy levelet utókornak, tettünk bele Galgahévízi újságot, tettünk bele egy 500-ast, meg új ember című újságot. A levélbe írtuk a utókornak, milyen pénzekből készült el a felújítás, kik voltak a legfontosabb személyek itt ennek a falunak, a polgármester, a plébános, az egyházközségi tanács tagjait felsoroltuk is. Az ünnepséget megtartották hétfőn délelőtt. Galgahévíz plébánosa megáldotta a keresztet. 28 millió forintos felújításnak köszönhetően szépül meg a Galgahévízi templom. Én úgy gondolom, hogy a Galgahévízi önkormányzat és atya említette azt a nagyon jó kapcsolatot, amit ápolunk egymással és segítjük egymás munkáját. A következő munkálatokban is ugyanilyen szeretettel és megértéssel fog megtörténni. És amikor a homlokzatot kezdjük el majd csinálni, akkor is ilyen szeretet vett bennünket körül, és tudjuk azt, hogy olyan mesterekkel építjük meg templomunkat, újítjuk föl, amire felnézhetnek a környékünkön, és majd a jövőbeli nemzedék is. Imádkozni, de nem tudok hiába. Nem jártam én sohasem iskolába. Édesanyám tanított volna rája, de már annak temető a hazája. Sokan segítették a templom felújítását. A szervező munkát a templom gondnoka fogta össze. Hát a szerepvállalásom az abból állt, hogy a szervező munkába a hívek
összefogásába, amikor segítségre volt szükség, akkor koordinálni ezeket a dolgokat. Az egyéb ilyen szervezési feladatok, amikor is a mérnökök, azok a feladatok ellátásához szükséges anyagok, egyéb ilyen dolgok koordinálása, beszerzése, amiket ezzel kapcsolatban itt elvégeztünk. Tulajdonképpen maguknak, a híveknek is a nagyon sok pénzadományuk, egyéb ilyen adományok benne van ebben a munkában. Még amellett ugye, hogy a Lidertől kaptuk ezt a pénzt az EU-s támogatás kapcsán. A hívek összességében 100 000-es nagyságrendű pénzadománnyal támogatták a templom megújulását, de volt, aki a bontási munkában segédkezett, volt, aki faanyagot szállított. Elsősorban talán az önkormányzattal és polgármester úrral kellene kezdenem, mert ők figyelmeztettek minket, egyházközség vezetőket, hogy lesz ilyen lehetőség, hogy próbáljuk birkózni ezzel a munkálatokkal, a pályázati munkálatokkal, és neki köszönhetően mi is odafigyeltünk a pályázatokra, de sok golgohivízi hívő segítette abba, hogy a pályázatot készítsük, az egyházközségi tanácstagok különösen, a könyvelőasszony, Ilényi Éva, aki is volt, meg a világi elnökasszony. Voltak is sokan, akik munka alatt őriztek a templom területét, a munka területét. Az nagyon fontos, ilyen szempontból sajnos szomorú időszakot élünk meg, hogy a templom területet kell őrizni, hogy senki ne csinálja kárt, és ennek köszönhetően, hogy hosszú hetek alatt itt voltak golgohivízi hívek, férfiak, asszonyok, vigyáztak az építőanyagra, rézlemezekre, és nekik nagyon-nagyon szépen köszönöm is. Köszönöm mindenkinek, akik ez idő alatt, amikor itt dolgoztak, elhoztak az adományokat, a süteményeket, gyümölcsöket, egyéb adományokat, a pénzadományokat, amelyekkel is támogatták az egész munkálatokat. Mindenkinek Isten fizesse meg! A sisakot végül hétfőn este 8 órakor helyezték rá a toronyra.